valószínűleg ilyen monitort vettem volna, nem 16.9-est, hogyha nem videóznik. Unlock konzol, igen, ez jó, blablabla. Video go to control panel. Aha. Hát ez nem sokat segít, papa. Jó, mouse not visible at menu, jó, ez nem probléma. Movement different, ez probléma, de ami nekem nagyon-nagyon visible lock pickback, ez probléma, amik nagyon nagy probléma is nem, az a multisensitivity a játékba. Ja, hogy konzolban lehet állítani, jó, azt majd megnézzük. Úgyhogy ingame-ben a konzolban, az majd... Anyway, ezt még gyorsan megnézzük. Mert az nem jó, hogyha függőleges. Mondjuk ezt annyira vettem észre, bár ezt nem is teszteltem. Meg még annyira nem volt nagy lövöldözés. Jaj, Istenem, ennek a keresője olyan szar. Gyűlölem a Notepad keresőt, soha nem talál semmit, még kéne lenni ilyennek. Szimplán biztos vagyok benne, hogy létezik olyan valamelyik szoba, hogy mouse, csak na. Meg is van. Azt én nem találtad meg az előbb. Komolyan. Ez buta. Na mindegy. Vagyik itt csak egy érték van. Nincs Y külön. Szerintem már vagy hibás ez a cucc, vagy azóta patcheltek. Ups. Jó, szerintem azóta amúgy patcheltek. Még gyorsan megnézem. Hát, ha van még egyéb guide, ami esetleg segíthet. Igen, jó, nem. Mouse lock fix, mouse lock fix, FPS fix. Megnézhetjük, mit mondasz. Jó, ez német. Ez még mindig német. Hol az angol? Itt. Szerintem ezt megcsináltuk. Vagyis hát ez alapból megvolt már. Also change. Force ignore smoothness. Igen, ez a egér. Jó, ez elég haszontalan. Guide volt. Console commands. Na, majd ha sikerül előverezsünk a commandot, lehet, hogy kilautor. Ah, oh, van akinek király. Bla bla bla. Set scale add item. Jó. Majd. Sajnos egyelőre még lófenelköböm. Jó, mindenképpen, hogyha valaki tud esetleg, akkor azt kérem segítsen, akkor most megnézzük, hogy amit állítgattunk ez a kevés, ez sikerült-e valamit csinálni. Viszont nem volt meg alapból is egy ilyen hagyta. What? Miről beszélünk épp? Nem pont arról beszélünk, hogy egyre kellett eltállítani. Jó, hogy alapból egyen van és nullára kell eltállítani. Na jó, azt még gyorsan megnézzük, mert lehet, hogy akkor igen, ezt tényleg összekevertem. Na, először még megnézzük gyorsan az FPS-t. Úgyis gyorsan tölt a játék, because PC Master Race. Jap, szóval jap, faszabb, gyorsan tölt, szeressük az SSD-t. Jó, ez az armor. A distance. Főleg a grass meg az ilyenek érdeke, hogyha futok egy hegyen, az lenni, hogy 10 centire öten poppolsz, hogy itt az utca végéig minimum el kéne, hogy lássak. Na, én nézem, ez megvan. Szóval nem előttem poppol. Aha, jó, nem előttem poppol a dolog, király. Bár nem segített az FPS-en. Bár valamit meg felállítottunk, úgyhogy összességében nem hiszem, hogy túlságosan több FPS-t kaptunk volna, de anyway. Na jó, akkor még egyszer gyorsan. És már tényleg. Egyen van. És tényleg? Na. Jó tudni. Jó tudni, hogy valaki figyel. Másikat is átértem. Egyre. Ez meg azt hiszem az egér. Az nullán van.
Ignor smoothness, azt sértem át egyre. Mi a fenét csináltam én az előbb? Lehet, hogy pont összekevertem mindkettőt. Jó, most már elvileg megvan, el is fentettük, még egyszer elmentjük. Jó, Nvidia szarok nem érdekelnek, meg egyéb videókártya beállítások. Nézzük meg így. Szóval igen, ami még nagyon érdekelne engem, az a multisense. Csülelem a multisense, nagyon idegesítő. És sajnos ebben a játékban nem is kevés van. Zoomolásnál is van multisense, vagy zoomolásnál is más sensitivity. Ó, 1140, 1200 FPS, 1500! Jó, jó, haladunk. Cuki. Jó, és... mintha begyorsult volna. That's weird. Lehet, hogy túl sok FPS-t rosszat tesz a játéknak. És így begyorsul a menü, de nagyon? Lehet. Mi egy reméljük játék alatt is segített? Hát nem. A játékban nem lett több az FPS-ünk. De ugye a játék legalább nem gyorsul FPS függvényében. Sőt, mintha még megakadna is jobban, mint eddig. Hát nem tudom, hogy segítette, de... Egerünk beállításaiban jó. Nem. Ez is elállítódott volna. És csak a TPS miatt? Jézusom, de akadunk. Jó, hát egér gyorsulást nem nagyon veszek észre. Hát a nulla az nagyon nem azt hozza elő. Ah, megvan a konzol. Aha, jó, megvan a konzol. Ővel lehet előhozni, akit esetleg érdekel. Valaki mintha annyit írt volna, azt hiszem, hogy csak fov. Király! Megvan a FOV 90, ez itt is változott? Na, nem úgy látom, hogy igen. Nem, ez a FOV 90, király. És ez ugye meg is marad. Hát nem. Az mondjuk para. Hogy minden egyes alkalommal át kéne írogatni. De ha bezárom, akkor meg eltűnik. Le kell menteni? Bezárom, eltűnik, meg király, hogy FOV-ot felejtem 90, és akkor 90-es FOV. És lezárom a konzolt, és visszaáll a alap idegesítő 60-70-esre. Ugye sajnos nem oldotta meg a problémát, pedig az legalább jó lenne, hogyha már egyéb problémákat nem tud megoldani. Például ez a Double Mouse Sensitivity ugye brutálisan idegesítő és buta dolog. Vibration Controller, Save or Reset, igen, minden a save-ej. Tényleg csak a híjek vannak. Ó, oh, ezt itt ingame is tudjuk állítani. Akkor leviszem félre. 10 nem pont ugyanúgy vannak, de szférd. És felviszünk maxra és onnan kezdem el levinni, akkor már igen? Há, akkor már igen, jó. Ha levisszük a felére. Dialógus, igen. Jó, hudnak a különböző cuccai, azok maradhatnak. Audio, hát itt meg nyilván nem nagyon fogunk semmi érdemlegeset találni. Jó, gyorsan elment. Szóval, ja, a lényeg az, hogyha utca egyik feléről a másik felére azért még ne poppoljanak a füvek. Na, úgy nézem, kávé még rendben van a view distance. Jó. Ez még nem hiszem, hogy gond lesz majd, ha nagyon zavaró, akkor majd még elidgatunk rajta. Mert úgy nézem, hogy az FPS-be segített volna egy picit is. Ugyanúgy elég vaszak FPS-ünk van. Valaki ezt írta, de hogy... Hú, és most... Jézusom, valami bugzik itt. Oh, jeez! Erre volt a konzolunk. What? Valami ilyen romlott a konzolba, pedig magyar a billentyű. A SafeFall 90-et az csak úgy mondjátok hasrőtésszerűen, mert ha igen, akkor azt kérlek hagyjátok abba, vagy ezt tényleg tudjátok, hogy az kell. Jó, visszajavult. Ez egy FOV 90 ez. De bezárom, eltűnik, és hogyha... Ha is a bérem a FOV 9-et, akkor befogy a játék. Good! Így hallgass a csetre.
keresünk itt, itt. Kellene itt lenni valaminek, ami FOV. Nem hiszem el, hogy nincs. Ilyen nincs, ha nincs a beállításaiban FOV beállítás. That's bullshit. That's bullshit! Ja, találgatásokat kérlek ne írjatok, találgatni én is tudok, de azzal legtöbbször nem jutunk előrébb, sőt. Jó, egyelőre day number one van, még nincsenek kint modok, még nincsenek kint rendes beállítások, sajnos akkor kintenek vagyunk szarfovval és egér. Aha, és most el is rammadt, király, akkor azt jelenti, hogy akkor most összetelhetem a beállításait, hogy visszajöjjön. Cool, cool story. És azt talán lehet, hogy ide mentette el. Ah! Látunk valamit. Látunk valamit. Csak akkor rossz fájt írt. Ebbe a fájba akkor mi a fene van? Fújik. Legyen a külső az kicsit több, mondjuk 95, az meg 85. Ups, kitöröltem az egyenlőségelet, ugye? Mondjuk tök mindegy, mert most azzal a szép szarral bekreseltettük a játékot, úgy végleg. Na, elindulsz, léci. Most már felülírtam a FOV beállításokat, úgyhogy... Ah, király, most már indul. Special? Ez eddig nem is volt. Bár én ezt már láttam YouTube-ban, úgyhogy én ezt most lenyomom. Igen, a menüt a szétcseszte a izé. A magas FPS-t. Hogyha az egérre próbálok, egy milliméterint nyomom, de így csomót ugrik, úgyhogy egér... Vagy menüben csak egérre lehet menni. Anyway, continue. Oh! Királyok ezek a betöltőképenek viszont. Na minden igaz, most a játék fájlon belül átírtuk a fovot. Fovit, úgyhogy... Aha, ez most már nekem úgy néz ki, mint ami... Igen, ez már határozottan... Na nem, ez mindig elég bezumolt. És ez még tényleg nem a rendes fov. Na jó, még megnézzünk egy linket, ami... Command isn't working. Igen, felott négy folder, mergén felott négy open, felott négy ini, control F for display, put reset for whatever you want, using the fog command we reset it. Refresh ini. Na megnézzük, hogy ez segíte. Mert átírtam elvileg, remélhetőleg le is mentettem. Nem. Hiába, nem vitte át a fájnom. Még egy megnézés. Most már majdnem itt vagyunk, majd itt a cél. Igen, szóval azt írták, amit most pont az előbb csináltam meg, hogy a... Itt van a fallout4.ini. Pedig nem, át van írva. Még van több fov? Nincs, ez a kettő fov beállítás van. Én ezt átírtam. Mégse írja át a játékba. Why? Jó, mouse heading, X scale, Y scale, itt van mind a kettő azonos, az király. Map menü. Még vannak display-ek. Ezeket nem kellett volna, ezeket is átérni nullára. Angol, igen, grid load. Át van írva itt, nem tudok másra gondolni, itt van két fov beállítás mindössze. Az összes ini fájl közül mindössze ezekben van, ez be van állítva 90-re, el van, mert betöltöm én is mégsem. Ebben az ini fájlban van-e fov és nincs. Also, mi volt az a kettő szpaszak, amit megnéztünk? Mert azt a magában a izé fájlban nem írtam át. Ebbe volt. Nem tudom, hogy ezt mind a kettő... Nem értem, hogy miért van két prefájlja.
Szóval két inifája van konkrétan a játéknak for some reason. Ezeket kell nullára? Igen, ezeket kell nullára érni. Teljesen értelmetlen, hogy két különböző helyen ugyanaz megvan a játékban, és hát a játék fájai között, de... Anyway... Hát, ha buta, akkor mi így dolgozunk. Jó. Kontrollás elmentve, csak így is. És most akkor már tényleg... Lesz, ahogy lesz. Sajnos megpróbáltunk mindent, amit jelenleg egyelőre tudunk. Streamet visszarakom, mert nem láttam a chatet épp. Éppen bebugolt a full screen. Vidi. Hát folytassuk. Hogy lenne édes védett az ini file, akkor nem tudtam volna elmenteni se, meg belenézni egyáltalán. Az nem gond, de az ini file az jó, azt megnéztem, ott átírtam, szimplán buta a játék, és nem veszi észre, hogy át lett írva. Na, még mindig ez az idegesítő 70 körüli fog van, csak sajnos. Hát ez van. Jó, mindegy, leszarom, menjünk. Múzom tovább most már ezzel a vacakátgetes az időt, majd lesz nekem itt még nem hamar, pár napon belül valószínűleg egy rakat mod meg egyéb optimalizálás. Aha, ott látszik mondjuk a pop, hirtelen úgy átváltott. Füljönnek mekkora, ott már nem tölti be a füvet. Ott még igen, ott kb. Ah, ott van valami állatocska. Hi! Előjük. Mondjuk elég jó az accuracy elvileg most meg a range a fegyverünknek, úgyhogy talán le tudnak, de ne. Egyelőre nem. Menjünk a questre. Most már nagyon le maradtunk a questen. Húha, jó sok minden. Shotgun shell jöhet, shotgun jöhet, steampack jöhet. Shotgun, jöhet. Drifter outfit egyelőre elvisszük. Tag me it. Kutyus. Van az kutyus, aki megöl mindenkit. Be is rakom a shotgun-t. Egyelőre legalábbis, mint így idézően main weapon, aztán majd meglátjuk, hogy... Nem itt van, hanem inventory, meglátjuk, hogy... Két gránátom és egy bombom, lehet, hogy gránátot kell berakni. Szóval igen, shotgun 45 damage. 35-os fire rate, ez nem is olyan rossz. Kezd megtelni az inventorink, meg 95x230, és még semmit nem csináltunk. Anyway, ezt tegyük be a kettesre. Mennyi lőszerünk van hozzá? Aha, 3. Jó, akkor azt egyelőre beraktuk, de nem használjuk. Kurva jók ezek az autók. Ez 3? Lol, ez 3 szintes. Szerintem most ugrottam először ebbe a játékba. De úgy komolyan. Ez volt az első ugrásom. Akkor ezentúl csak ugrálunk! Következő játéknak a többi része. Az így fog kinézni. Szia kutyus! Let's go! Of course. Tudom, hogy akarsz jönni, már előtték a trailerbe. Kutyus! El tudom kommandolni. Ezt igen. Aha, így és így oda. Hát abba tudom leállítani, hogy kommandolja. Szóval, hogy ránézek kutyára, menjünk az E-t. Ah, jó, ez nem kell nekem. És akkor tudom gózolni. Meg ha rákatintok, stay meg. Inspect workshop. Ups. Ez király. Jó, egy adag workshop, ez egyelőre nekünk nem kell, csak azért lépek bele, hogy föl legyen fedezve, nem tudom, hogy ez is számít-e vagy nem, mondom, kilépek. Úgy. Egyleg kettes szintűek lettünk. Ahogy is tudok izélni, jó ez, de ez egyelőre nem kell nekünk. Akkor ez power, defense, igen, majd mindent lehet még ide rakni. Cool story. Mit ügyeskedsz? Oh! Anyád. Ez így megöl? Nézzük meg. Igen, az így megöl.
Ujjaj. Na erre jó az izé. Csak gyorsan kéne mielőtt. Egy heli és elmiszeli. Na jó, inkább így. Érdemes teljesre úgyis instant killelem őket, nem? Igen, jó, akkor nem fejre lövünk. Amíg nem szükséges. Megsebeztek ezek a kurva retek. Jó, hát kilutoljuk usokat, bőrüket. What's up, pal? Mit találtál? Álljalak. Szóval igen, visszatérve itt tudunk lutolni valamit, bármit. Steampack, oké. Okay. Azt lehet megtörni. Na, pipe pistol. Van együnk, nem kell. Még hogy tudok, hogy nem a felsőt veszem ki. Csak úgy, hogy transz. Aha, csak így. Hát jó. Mondjuk ez ad gírt. New steel. Gír kell nekünk szerintem. Duct tape mindenképp, az fontos. Ah, jó, spring kell. És copper glass. Jöhet. De nem kell, ezt már van belőled egy. Sose használjuk. Craft. Find a sweep over. Aha, hát jó gondoltam. Egy kalapot kell nyomni. Itt a tronik. Jaj, Jézusom a lag, játék, ezt ne kezdjük. Na, nem oda a testére. Hát ezt fejelőttem, mert beleugrott, de... Good. Ezek fura craft alapanyagok. Rot poison, tetszik. Ennyi kurvarat ellen. Kaja jöhet. Deppy Butcher cuccai. Na legyen. Ez valami 100 éves újság? Azt köszönjük, nem. Café Cup. Még egy öröksz. Na, money 17. Dollár. Telefon nem kell. Cigaretta az jöhet. Az jó lesz trade, de hali. Toaster nem, folder nem. Rádió nem, üres. Az is üres. Jó, hogy adag semmi. Ajlag. Az jöhet. Spoon. Jó, legyen silver spoon. Why not? Illetve bemegyünk a terminálba, quicksave-elünk, mert ugye hát tudjuk, hogy szeret bugolni a terminál. Nem fogom végigolvasni. Egerrel bagos remek. Megnézem, hátra van valami. Ha van egy cave right below the shop. Ezt megnézzük akkor majd. Nem. Ezt most így nem olvasgatjuk végig. És megint bebaggoltam, és megint bebaggoltam. Jó, tényleg ez volt az utolsó terminál, amit megnyitunk. Kutyahús! Szóval igen, egy barlang van a shop alatt valahol. Ahova elrejtettek valamit, nem olvastam végig, hogy mit, de ezt jól lehet megtalálni. Cuki. Plastik. Igen. Hát a kell még plastik. Armor workbench. Aha. Húha. Steel. Steelben van egy wood cloth. Cloth, ez talán még jó olyan. Olaj, az jöhet. Jó, légyen. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e most találni egyáltalán a lejáratot. Chemistry Station. Oh, lehet ilyeneket. Cuki. Uha. Jó, ezt majd. Grenade. Jó, majd.
Hát mi jobbatlan nem kell. Nuka Cola. Egy teljes Nuka Cola. Cigaretta az is jöhet. Hát nem tudom, hol lehetne a lejárata annak a barlangnak, amit említettek, de... Virág. De nem nagyon látom. Itt azt hittem, hogy a kukában lesz, de... Vagy ez igazából nem is egy kuka, hanem... Hanem az igazából a lejárat, de nem úgy néz ki. Tényleg elfelejtettem, hogy nekem ugrálnom kéne. Minden zöld. Mondjuk ezt kilootoltam? Igen, ezt kilootoltam már, amikor mentettem. Jó, szerintem ezzel az állomással végeztünk, és mehetünk tovább. A kérdés az, hogy hol van az a tovább. Sanctuary. Red Rocket Truck Shop. Ide kéne mennünk. Annyira nem érzem picinek a pályát. Az a városrész volt ekkora, ahhoz képest meg a pálya, pláne hogy nézem, elég sok út és minden van benne, szóval hogy nincsenek benne annyira nagy puszták, hanem elég sok beépített terület van. Még itt jó sok víz van. Hát nem tudom, majd kiderül. Ja, igen, elvileg level 2-ek vagyunk, mint ahogy itt látni is. Úgyhogy lehet, hogy kaptunk már valamit. Aha, T-level up. Egy teljes pont. Húha! Ez már toljuk meg. Ja, hogy így level up. Oké. Okay. Ez ugyanaz, csak más menüben. Confirm select. Igen. Hát így jó ideig fog tartani, amíg eljutunk. valahova. Ez már egész erős. Majd ezeket is végigolvasom, hogy hova érdemes úgy tényleg menni. De aztán most. Jó, autószaving megtörtént, hát menjünk tovább az úton akkor. Még egy adagdag. Nagyon rossz ez a... Na, bántjátok a kutyám. Nem ezt. Ezt. Ez miss? Az már nem. Ó, viszont itt túléltétek. Torzó. Nem oda. Az a baj, ez mozog. De oda rámegyek, megnyomom a lövést. És rámiszel, na jó. Ennél még talán én is jobban célzok, mint azok a kurva 50%-ok. Még elvileg erre való a vacc, ugye, hogy az ilyen gyors kis repülő targeteket. Hát ez egy fura kétfejű. Ja, igen, a jó kis kétfejű tehenek, azok már New Vegas-ba is voltak. Because reasons. Ez egy belvárosi rész. Itt sok minden lesz utalgatni való. De benézek egy-két házba, de... Ez egy nagyon effektív ajtó. De nem hiszem, hogy most így végigmegyünk az összes rohadt házon. Mert az a baj, ha most így a felén átmegyek, a felén nem. Akkor nem fogom tudni, hogy hol jártam már, és újra át kell menni minden, és az nem jó, és... Úgyhogy vagy mindegyiken érdemes átmenni, vagy egyiken se. Úgyhogy valószínűleg ez egy egyiken se. Jó, most ezt az egyet megnézem, ugye, de... Jó, te jöhet. Na, ezeket is felveszük. Az miatt? Én azt akarom... Oh! Itt volt. Pinbox. Safe. Advanced. Azt hiszem, hogy lehet esni? Le bizony. Nyitva hagyom az ajtaját annak, ahol már voltam. Talán az segít. Kutyás. Hol a
megy a buli. Öldöznek keményen. Aha, hát itt megy a buli, ahova megyünk. Ide kell jönnünk, nem? Nem. Elvileg megy. Vagy nem, ez... Aha. Nem tudom, hogy ez az-e. És most ki az enemy és ki nem? Ti vagytok a raiderek? Aha, jó, ti lőttek engem. Ja, hogy te már konkrétan itt, jó, azt kutyám elintéztéged. Ez a dupla sensitivity maga a pokol. Egyszerűen nem lehet így célozni, amit így játszol. Hé, megütötted a kutyámat, te dög. Az vagy, folyton. Azt mondja, hogy 8%-ig találd el. Azért. Itt is volt még, meghalt. Meghalt. Mindjárt, nem hallok semmit az epic zenétől. Meg lootolni is kell. Ups. Chess piece. Stuffet ad valamit. Ez egy szar. Ezt megnézzük. Oh, megvan az első quest. Igen, sokat elszaroztunk most, ahogy így kijöttünk a tutoriából, a felfedezésekkel és egyébekkel, de nem baj, ez jó, ez így. Na, álljunk először is. Mit akarok? Sort Z. Jó, most egy beszortoltuk. Q favorite, nem, T level up jó mindjárt. Sort damage. Sort damage value. VT, az nem tudom mi. Cycle damage, what? What? Arcizé. És ha semmit nem ad, akkor nem kell. Szerintem ezt a meglévő cuccunkra tudjuk felvenni az armort. Level 3. Szóval szerintem ezt felveszem, igen, attól még a volt ruha rajtam marad. Aha, és ott mutatja, hogy egy kis damage redukot kaptunk. Jó. Cool story. Ah, oh, van ilyen is, ez is egész jó damage redukot. De most link mit ad? Damage resistet ad. 5 villám, 10 radioaktív. Villám gondolom az energia. Ez 4 fizikál, 2 energia. 5 fizikál, lehet, hogy fizikál az most jobb lenne. 7 energia és 0. Amikor radioaktív ellen nem ad, az nem annyira jó, de ez hogy néz ki? Lehet átmegyünk ilyenbe. Ó, viszont ez leszedi az armort? Aha, ez leszedi az armort. Akkor nem. Akkor armorral együtt üzészújt, az úgy jobb. Igen, az úgy jobb. Hát elég furán nézünk ki, de... De ez így jobb, higgyetek el. Also, egy kilutoljuk a többieket is. Aztán kezdek el szerencsétlenkedni. Áj, már megint elnyomtam, azt hittem az megnyitást, nem mindegy, nem tettük fel semmi szart. Damage Reddick 1++, miért írja ezt? Fura. Jó, ez nem kell... Your left arm. Jó, hogy így külön... Hogy ez így külön van. A left arm. Már megint elnyomtam. Jó, ezt meg kell szokni. Szóval igen, chestünk már van. Ez jöhet. Nem, most már megfigyelem. Elnyomok úgy. Ah! Valamit átraktam, amit nem akartam. Á, jobbra balával ott. Szóval Fusion Cell jöhet. Sapka, ami egy karizmát ad legyen. De, játék, ennek van egy fegyvere. Ja, hogy ez a objektív, hogy vegyük azért, mert ezt el akarom venni. Már megint elnyomtam. Left leg. Szerintem ilyenek már van. Pressing R. Repeatedly. Ez érdekes hangzik, ezt leteszteljük, hogy elvileg kaptunk most egy lézerfegyvert, amit úgy lehet tölteni, hogy az R-t kell püffelni, mint a retardált. Prekjük kettes helyére.
De most raktam át a kettőst, akkor miért ez hozza ki? What? Cool. Mit van a kettesen? Valami bug van már megint. Akkor felszik manuálisan. Szóval... Számít a sebessége? És 26-on van. Ha ellövöm, akkor ez fogyaszt a mód. Aha! Csak hogy ezt nem egyszer kell nyomni, az igen, ez amót is fogyaszt, de nem csak egyszer kell nyomni azért, hanem többször. Jó, mivel amót fogyaszt, igen, még nézzük meg az armorokat, arra még kíváncsi vagyok, hogy ez most hogy működik. Clean blue suit. Drifter outfit. 5 damage reduk, és szóval damage reduk, vagy sima armor, fizika redukba jobb, de ezért rosszabb. Na, hogy nekem kell ez a left, ez annyi, hogy ezt így felrakhatom anélkül, hogy leszed de bármit, ugye? Aha, király. Meg cap. Hú, ettől baszik hülyén nézünk ide. Na jó, egyre hülyébben nézünk ki, úgyhogy lassan inkább akkor ott tartok, hogy hagyjuk a kinézetet, és menjünk rá az effektivitásra. Ah, még van egy left armunk is. Talán most vagyok a legeffektívebb loadouton. És akkor left láb, meg left izé. Mondjuk ez az armor, hogy ilyen darabokba áll össze, az király. Ez vicces, tetszik. Hát chest armorunk már van, úgyhogy ez nem kell, a többit meg már átlutoltuk, ugye? Aha. Good story. Bár valószínűleg, amikor bemegyünk, így is úgy is ment, de ne baj, mi mentünk. Miért bagas a játék? Mindig levezetés van? Te raider vagy? Már nem. De hogy te valamikor raider voltál? Na, még mindig raider vagy, hiába lőttelek fel. Borzalmas ez a dual sensitivity. Annyira nem lehet ebbe a játékba célozni, hogy az már fáj. Lelőttem mindkettőt, nem, mert még van egy piros pont valahol errefele. Jó, az majd kiderül, hogyha közelebb megyünk. Közben lopkodok, na. Jössz, jössz. Oké, okay, majd. Ja, hogy te itt vagy. És fejbe lőlek, és még élsz. Ezt megbeszéltük, haver. Advanced. Én akarom a cuccát. Hát jó, akkor hogy nézem, ez egyetlen egy út. Ez megijesztett. Ups. Ez valami elbaszott múzeum? Mindenkit lökjünk fel. Ha-ha-ha! Mindenkit föllöktem. Szomban. Just want to watch the whole world burn. Igen, ez valami a British Museum szerű valami épp. Ha, mit elút? Hi! Már megint majdnem egy nyomtam, de nem. Oh, akkor. Right arm. Van már right armunk. Ez azt írja, hogy plusz attól függetlenül. Miért? Le vagyunk pipe pisztolyra. Mert szétszedni egy pisztolyt, és jelent belőle alkatrészeket kapni másik pisztolyhoz. Ez csak egy jó kérdés. Right arm. Elvileg van már, gyakorlatilag mégis azt írja, hogy plusz. Most akkor hogy? Nem, left armunk van. Á, hogy right armunk akkor még nem volt. Hiába írt az, hogy már föl van véve. Ja, tudni. És akkor így értendő az armor minden egyes különizének. Na, akkor még egy right leg kéne nekünk, és te is lenne talán az armor. Nagyon össze fogok ebbe kavarodni. Nagyon-nagyon össze fogok ebbe. Az a baj, nagyon meg kell tanulni. Oh.
Oh, hi. Azt mondja, van. Jöhet. Határozottan jöhet, ez is jöhet. Ez is jöhet. Pince. Pincébe lemenni mindig jó, fur ez a fény. Talán te kell lesz, nem tudom. Cica! Aha, computer terminál. Nope. Vagyis hát megpróbálhatjuk egy quick save után. Na, ide be tudunk törni, így is akkor fenének kell computer. És ez most mi? Fusion core, take! Eject. Én ezt egyelőre nem akarom, mert lehet, hogy ez lesz a quest, sőt valószínű. Szia kutyus. Majd akkor tékelünk mindenféle fusion core-t. Kezdem megtanulni, hogy mikor mit szabad nyomni. Csak tudjátok, ez a reflex megvan, hogy ha odamész valamihez, akkor elvel nyitott ki. És most meg kell tanulni, hogy nem. Elvel egyből elveszed. Erre nyitott ki, és ez olyan... nagyon fura. Handcuff. Screw spring. Jó, jöhet. Silver fork, az csak silver. Még silverünk lehet, még kevés van. Vegyük el. Te lesz a táskám minden szarra. Szóval majd elkezdhetek dobálni mindent. Mit azt hiszem ezekre, hogy emberek először. Jó, tudom, nyilván ez a céljuk, hogy azt hidráljuk először, de... Gyors. Fal. Ez az oldal megvan. Titeket még ki kell lootolni. Chestem már van. Ez autópisztol. Shotgunnak néz ki. Jó széttuningolt, akkor lehet jobb, mint a mostanim, nem? Anyway, szerintem nem kell. Ha csak nem tudjuk szétkapni darabért, azt majd meg kell nézni a workstationon. Nem két ember töltem én, meg itt főz egy feljebb volt. Itt vajon el tudunk menni? Hát bizony. Oké, ez effektív volt. Akkor körbe mindenen. Csak az a baj, hogy sprintelésnél is dupla sensitivity van, úgyhogy énkor sokkal kevésbé gyűlölöm a dupla sensitivity-t. Ez volt az egyik amúgy nagy problémám például a Star Wars Battlefront járművezetésével, az a rohadt dupla sensitivity. Nagyon rossz. Ide. Nem bántod a kutyám? Jó, csak no-scope-alni fogok. Látjátok, itt így megy a rántás. Mivel ezt a sensitivity szoktam meg csőbe is. Left arm, right arm kell nekünk. De azt írja, hogy a izé ellen pluszt ad ez. Na jó, megnézzük, hogy miért. Ez micsoda? Secured with strap. Aha, damage, vagy izé resistance-os sapka. Good to know. Right leg. Ez kell nekünk, ugye? Azt hiszem, igen. Ezt előfelvettük. Téged nem veszünk fel. Ugye ez robban, hogyha belelövök. Mert még kilútolunk körülötte mindent, hát ezt hiszed mindent, de... Military ammo bag. Jó hangzik. Molotov cocktail, jó hangzik. Super bolt action rifle. Nagyon jó hangzik. Medics. Szerintem ennyi van itt. Úgyhogy belelőhetek végre a piros izékbe. Minden kis gyermek állva. Lőni a piros valószínűleg robbanó cuccokba. Kutyus gyereki? Bár tudtam, a halhatatlan vagy, de gyereki. Hey. Trade a kutyával. What the fuck? Mi a fene? That's weird. Tudok neki kaját adni? What the hell? Hey. Ha
Hát beszarok is. Van a kutyának inventória. Szóval messziről kéne rá. Menj oda, nem akarok felrobbantani. Ez nem jött össze. Robban az! Három lövéstől, annyira nem nagyot mondjuk. 3-4 lövéstől, jó. Szóval, ja, piros izé robban. What a surprise! Itt már voltunk. Aktiválom a szabaszkot, hát hogy segít valamit, nem hiszem, de hát ha... Ah! Úgyhogy ez csak ennyi. Hogy így el lehet olvasni. Jó, good story. And stuff. Menjünk tovább. Fölfele kéne gondolom menni valahol ott. Ott volt kint elől az erkélyen a Chávez, és nem tudom, hogy hogy jutunk oda. Oké, akkor fölfele vezető utat keresünk. Lehet, hogy a Fusion Core tényleg ki kéne vennem, az volt az eddigi. Nem tudok fölfele mászni. Valahol itt. Azt gondolom, itt csak leesni lehet inkább. Nincs feljutni. Aha, ott írja, hogy oda kell mennem. Oké, tervezek, hogy? Ja, hozzád kell, nem, az egy figura. A tervek megvannak, már csak azt kéne játéknak mondani, hogy hogy jutok én oda fel. Ah, lépcső. A goldba. Ja igen, elfelejtkeztem, only no scope. De komolyan nem lehet egyszerűen ebbe a játékba célozni, még ilyen. Észrevettek, nem para, én még lootolgatok. Te enemy vagy? Te nem enemy vagy, jó. És hogy téged nem lőttek le, hanem engem. Jó, vizünk már van. Tudom, hogy már van egy double shotgununk, csak... Kíváncsi vagyok, hogy lehet ebből ott kezdeni. Right leg, azt még nem vettük fel? Jaj, már most gondok vannak itt. Left arm. Szortoljunk először is. Mert nagyon össze van körülsz, hogy... Jó, most elvileg... Leg. Itt van, Raider left, ez a Raider. Aha, ez egy fizikál, egy elektro. Egy fizika három, aha, akkor ez jó, jó. Ezt jó tudni, akkor téged ki is tudlak dob... Ahogy itt lehet szumbalni. Erre tudom droppolni. Clean blue suit, igen, és itt ami villog, azt fogja replace-elni. Kezdem érteni. Ami villog, az fogja replace-elni. Ja, kérlek ne varázoljatok a cseten. Nem szeretem. Jó, a többi sima ruhát majdnem sokára még elintézzük. Tudok ruhát... Ó, tudok ruhát izére rakni. That's weird. Akkor lehet, hogy mit kéne ajatt, hogy a karizmatikus rámat mindig felveszem, mielőtt párbeszédelek valakivel. 2-5, elvileg most is ilyenünk van, mert nem ér mellett pluszt. Még körbenézek, mielőtt oda megyek, de... Duct tape jöhet, paintbrush, mint wood cloth, nem hiszem, hogy kell, Rodix jöhet. Duct tape steel, plastic, legyen. Nem tudom, hogy ez kell, szerintem nem, de... cigaretta, igen. Scissor, plastic steel, Legész kettő a vét, úgyhogy elviszük, de szerintem nem fog kelleni. Jó. Átmenni nem tudok mi. Nem úgy néz ki. Jó, akkor mehetünk. Man,
who you are, but your time is impeccable. Preston Garvin, Commonwealth Minuteman. You owe me. Legyünk segfék? Nem, úgy volt, hogy a karakter az ilyen. Charming. Úristen, mi az a fej? Jeez. As you can see, we're in a bit of a mess here. Maybe? Nope. Diverse change. Jézusom, ez a maszk. Holy f... You help us, we'll help you. The world's changed so much. None of this makes sense. You all right? Listen, we need your help. And then maybe we can help you, huh? What brought you out here? Missing person, a boy. Don't answer. My son, he always says. My son Sean's been kidnapped. He's not even a year old. That's messed up. I'm sorry. I know how this world can be. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First it was the ghouls in Lexington, and now this mess. Szopás. Ghouls, tudjuk ki a ghoulok. Sounds rough. Thanks. It's good to meet someone who really cares. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, goddammit. Well, we do have one idea. Is it enough? What? Ezek nagyon hülye válaszok épp most. Let's hear it. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T4 armor. Military issue. Sounds useful. I like it. Yeah, I thought you might. Protection with an added bonus. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Good minigun. Now I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Solution. So, what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right but where to we find can't them. Get to the ja, láthatok két emelettel. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Nem azért haver, de már meg is csináltam. Ja, nem volt nehéz. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Sounds fun. Oh, ez valószínűleg kell nekünk. Ja, király. Tékelni akarjuk mi ezt? Tekeljük. Ez Fusion Core Unlock Security Gate. Jó, szévelünk. Körbenézünk. Csókolom. Ma'am. Dog meat sure did find us some help. Just look at ya. Now mate. So, he's your dog? He ain't my dog. No, sir. Dog meat, he's what you call his own man. You can't own a free spirit like that. But he chooses his friends and sticks with them. He'll stay by you now. I saw it. Szóval Dog meatnek hívják a kutyát, akit találtunk, és ez már régóta erre felemászkál. Egy kóbor kutya. Please, tell me what you know. Just listen to me, tin a crazy old lady. It's the
bit of what was and what will be, and even what is right now. And right now, I can see this something coming, drawn by the noise and the chaos. And it is angry. Ah, most sárga válasz. What is it? Mama Murphy, I need more, please. Ah, igen, ez az a nagy szörny lesz, látom. I see, I saw what you did mean. That's all I can manage. That's all. I need to rest now. And you have a job to do. Good. Most váltam le ezt a sapkát, mert what the fuck? De úgy konkrétan. Ez a baj, hogy ez nem segít sokat. Karizma plusz egy, inkább baj, hát. Inkább. Sunglasses az így még rajta van. Na, de most visszarakjuk. Reading Google az perception ennyit, ez is. És hogy nézzek ki? Aha, ez egy ilyen sima. Jó! Még ez lehet, hogy ilyen érdekesebben néz ki összességében, pont nem látom. De várjunk, hogy nem a cowboy hatot raktam én fel. Nem úgy volt. Játék. Ja nem, new boy hat. Volt nekem egy cowboy hat, ez mit ad? Egy karizmát. Minden armort leszed, hát akkor az messze nem éri meg. What the hell? Akarunk miért? Nem. Ah, megvan. Nem cowboy hat, de almost. Ez is egy perception. Ez talán annyira nem fura. Hát, mindenképpen furán nézünk ide. Nem baj. Dogmeat. See you. Tudok lopni? Na, mint ez lopásnak számít? A régiekben ez annak számított. Mert akkor azért mondod, hogy steal, nem az, hogy take. Most a régiekben ez volt. Hogyha lopni kell, akkor az mondod, hogy steal, nem pedig, hogy take. Ja, nem, nem rage-eltek be rám. Nem hiszem, mindjárt beszélünk veled és furán járkáló. Csak... Bubblehead! Bingo. Fuck, yay. Bubblehead ez ilyen in-game gyűjthető. Jézusom, chatten, ne flutoljatok már gyerekek. Szóval, ja, ezek ilyen gyűjthető kis cuccok. És, ahogy nézem, ez most már bónusz is ad. Perception 1%-kal increased. Wow, király. Cool story. You all right? Veled. Jó, azért most örült meg. Belet eddig is örült volt, de most pláne örült. De ez különös. Jó. Mindjárt menjünk a pincébe. És mindjárt, és mindjárt. Csak még körbenézek ezen a szinten, meg akkor még beszélek. Egy valakit ott hagytam. You okay? You're with the rescue team? Hát, almost. Végül is rescue voltam a seggeteket, de nem. Ups. Odaírhatták volna a figyelmeztetésbe, hogy ez kivisz. De mindegy, elég gyors volt. Sok a raider. Vissza be. Majd mindjárt power armorral kaptak az arcotokba. Most beindult az epic zene, mert kimentem. Húha. Túloldat még körbenézünk, mielőtt lemegyünk.
ugrani majd. Hát, hogy itt még van bármi. Ez is töltőképernyő, és akkor ez is kivisz. Lehet ez vissza a tetőre? Aha, power suit, good story. De még nem most. Jaj, ez a hülye ger. Duct tape mindig jöhet. Silver pocket watch. Of course. Te is. Silver for... Ám, silver szerintem nem kell ennyi. De majd kiderül. Ja, nem mondjuk pincébe felhozzuk. Power cord. Nem tudom, mekkora foldem is van a játékban, úgyhogy inkább óvatosan csak itt ugrok le. Hát ez... Baseball glove. Majd én játszom a kutyussal a baseballt. Nem tudom, ezt már átlootoltam. Vagy ez nem sebez. Jó. Szóval ez az egy emeletes ugrás, ezt még túl lehet élni, ennek örülök. Gyorsan odavág hozzánk mindent a játék. Mármint, hogy ahol most tartok, hogyha valaki siet, ide körülbelül fél óra alatt elér, vagy még annyi idő alatt se. Szóval nagyon gyorsan el lehet érni, ahol én jelenleg tartok. És már megkapjuk a építési lehetőséget, power armort, igazából minden ilyen hardcore opció. Oh, ezt itt kifelejtettem. Ilyenemben szerintem már van egy, kettő, három, négy, öt, mindjárt megnézzük. Szóval régen értelme volt annak, hogy fegyvereket stackolsz, mert ugye össze lehetett egymást craftolni, és akkor nem erősebb, de hogy jobb lett. Ó, nem level up voltam. Karizma következő, ilyen mi? És hát ez mi? Karizma, please, csak az others. Jó, hát ezt tudjuk, hogy perception. Weapon accuracy in watts. Aha, hát a watts miatt ezt lehet megérni, miket tudunk később. Picking pocket 25% easier, az jól hangzik. Rifleman, keep your dis... Ez nagyon jól hangzik. Another weakness you can... Ez is. Jó, perception jó. Az első az még annyira nem is erős, de a többi az elég jó. Endurance. This damage resistance. Hát igen, az várható. Take less radiation izéből. 20 box HP. Igen, ez olyan alap. Jó, int. What? Aha. Aha. Gunnet, itt van. Ezt kerestük. Hát akkor kéte leszek az intre is rakni, pedig ezek elég vackok. Az XP, mondjuk emiatt érdemes talán az első szintet kitalálni, mert az XP az jó. Nyilván első szintet mindegyikből egyszer csak ki fogom talentolni, mert még úgyis van bőven több szint. Agility, igen. Ezt tudjuk, még ezt is akarjuk. Gunslinger. Non-automatic pisztoly 20%-kal több damage, jól hangzik. Automatic weapon 20%-kal több damage. Úgyis valószínűleg ilyen sniper pisztoly kombót fogok használni. 20% better, igen, ez is egész effektív. Jó, luck. Ezt így tudjuk nagyjából. Hidden World, aha, Find More Battle Caps, hát nem rossz. Több ammó találás, ez jó. Aha, hát jó. Pakoljunk Perception meg Charisma, ezt a kettőt fogom szerintem elsőnek. Bár a karizmát így az elsőt kitalentolod utána, annyira nem kritikusak ezek a többi. Annyira nem nagy szám. Perception-t picit toljuk meg. Confirm. Confirm. Szóval igen, ezeket talán még meg kéne nézni, hogy ezeket össze tudom craftolni egymással, vagy what. A lényeg az, hogy a lézert azt már kiraktuk. Short pipe bolt action rifle, nem tudom milyen ammo. Ez 3.08, ez nem tudom, hogy ebből mennyi van, ezt berakjuk. Hát a milli fegyvert kiveszem, szerintem nem kell milli fegyver, van elég ammo.
Jó, hogy ebből is csak 3 ammó van. És ezt elrakva rakom el, akkor eltűnik az ammó? Nem, akkor visszamegy. Kutyós. Aha, hát ez valószínűleg egy elég szar fegyver. Lehet, hogy még a pisztolyom is jobb.